A longching magyarul annyit tesz, hogy sárkánykút. Az ilyen nevű zöldtea valamennyi zöldtea féle közül a legtekintélyesebb. Mi több, Kínában valamennyi teafajta elé kerül. A varázslatos nyugati tó elragadó szint ruházott rá. Ezért azt állítják, hogy a longching az egyén, a természet és a kultúra tökéletes ötvözete. Március végétől április egészében a tó mellett fekvő falvak az idő gyors múlásától szenvednek. Azt megelőzően, hogy a teáról szó esik, elkerülhetetlen foglalkozni a tea szellemi értelmével. Kínában a rendszeres gondolkodóknál feltétlenül szokás teás csészét a kézben tartani. A tea és a sokféle gondolat így van egymásnak rendelve. Ami a longjingot illeti, úgy tartják, hogy az íztelenség íze az extrém íz. A teás pohárban átlátszó és halvány színű a víz, de íze van, mikor megiszod, érzed. Ez a gondolat Kína kultúrájának egyik jelentős ellenvonása. Arról szól, hogy habár nyugodtnak nézel ki, olyannak, mint aki fel van készülve a kihívásra, de a belsőd, a lelked tele van sokféle feszültséggel, amelyeken azonban tudsz úrrá lenni. A tavasz elő idejére jellemző, hogy az eső és a harmat beköszöntekor kinyílnak a teabokrok friss rügyei, és a környékbeli dombok táplálékait kezdik magukba szívni. A falvaknál a tavasz előnapjai értékesebbek az aranynál. Leszedésüket megelőzően a bokrok környezete és az éghajlati feltételek eltérő illata tölti meg a leveleket, és az, hogy a friss rügyek íze intenzív vagy csekély, a leszedés dátumától és az aznapi időtől függ. Az elkészítés napon történő szárításból, színfixálásból, hörkölésből és vokban történő nyomásból áll. Egy pohár tea színével, az illatával, az ízével és a külalakjával egyaránt vonza a fogyasztót. A szín, az illat és az íz a tea jelleme, a külalakja, a mesterséges készítés eredménye, ami a teák közti különbségek egészében megmutatkozik. Jobb teaevésre menni, mint ezer megvilágosító zsolozsmát tartani, tartja egy ősrégi Chan mester mondása, ami a teának a kultúrát hordozó lényegét mutatja meg. Az, hogy a longchingból megismerhetők a kultúra csodálatos jellemzői, az írástudóknál gyakorlatias gondolat. Az ízek érzékelésén kívül a teát a szemeddel és az orroddal is élvezheted, ezért ez egy mindent átható esztétikum.